Ha elkezdődik a nyár, akkor elkezdődik a töltött paprikának is a szezonja. Úgyhogy meg fogom mutatni, hogy hogyan szoktam én ezt elkészíteni. Úgyhogy hajrá! Első lépés a párolt rizs, hogy legyen ideje kihűlni, ugyanis ezt hozzá fogom keverni a töltelékhez, de ezt melegen nem jó. A párolt rizsnak tulajdonképpen két apró trükkje van. Kell egy olyan edény, amiben belefér az adott mennyiségű rizs, egy alkoholos filc, és meg kell jelölni az edényt, hogy meddig ér a rizs. Egy pici olívát öntök a edénybe, megvárom, még egy picit fölmeledik az olaj, hozzáadom a rizst, és ezt követően, ugye megjelöltem az edényt, egyszer belöntök annyi vizet, ameddig ért a rizs, ezt egy újabb edénybe belöntöm, valamint még egyszer ennyit, és ezzel fogom megpárolni a rizst. Megsózom. Nem kell megpirítani a rizst, és kész is. Fölforrt a víz, mehet is hozzá a rizshez. És azonnal letakarom, így fogom megfőzni. A tüzet visszavettem takarékra, csendesen fordogáljon. Amíg fő, addig készítem a többi hozzávalót. Elkezdem a tölteléket összekeverni. Ehhez a darált hús. Megsózom. Egy pici köményt adok hozzá. Egy csipet fűszerpaprikát. Finomra vágott petrezselymet. A petrezselyem szára még későbbiekben szükségem lesz, úgyhogy nem fogom kidobni. Kész is a petrezselyem, mehet hozzá a töltelékhez. Egy darab tojás, egy gerezd reszelt fokhagyma. Ha a rizs megpárolódott, azaz fölvette a kétszeres mennyiségű vizet, kiterítettem egy lapos tányérra, és hagytam egészen hűvösre hűlni, és csak ilyenkor keverem hozzá a töltelékhez. Még mielőtt elkezdeném összekeverni, elkészítem a paprikákat, hogy csak tölteni kelljen. Nagyon egyszerű. Levágom a végét. Csipesszel vagy kézzel kiforgatom belőle a magházat, illetve ezeket az ereket is lecsípkedem, és kiütögetem belőle a magot. Kiütögettem a magot, és van még egy trükk, ugyanis rengeteg olyan töltött paprikát ettem, ami csak félig vagy kétharmadig tartalmazott tölteléket, nem ért végig. Ennek nagyon egyszerű módja van, mégpedig a végét is egy picit le kell vágni, a csücsköt, de nem sokat, hanem csak egy picit. És ki kell lyukasztani, hogy mikor töltjük be a tölteléket, akkor a levegő tudjon távozni, így egész biztosan végig tudjuk tölteni a paprikát. Megvan a négy paprikánk, és elkezdem összedolgozni a tölteléket. Kész is, és akkor jöhet a töltelék. Egészen az aljáig nyomkodom. A tölteléket a paprika vágott felületéig töltöm, egészen laposan, mert ezt majd meg fogom pirítani. Kész is a négy paprika, úgyhogy hozzálátok a pirításhoz. Ugye forrósítottam egy serpenyőt, pici olívát rakok bele, és jöhetnek a paprikák. Egyrészt jó ízt ad neki, ami majd a mártásba ki fog oldódni, és tulajdonképpen egy ilyen lezárásként is funkcionál. Amíg pirulgat, hozzálátok a mártáshoz. Zellert apróra vágok. Egy kis szár zellert is. Egy kis hagyma. A paprika kész is. Gyönyörű szépen megpirult. Fantasztikus lesz az íze.
És az állaga is, már látom. És félrerakom, amíg el nem készül a mártás. Ismételten jöhet egy pici oliva, és mehet a friss zöldség a meleg olivába. A Lidl piacra mindig friss áru érkezik, úgyhogy igyekezzünk mindig a legszebb, legharsogóbb zöldségeket kiválasztani, ugyanis csak friss zöldségből lehet szép és finom ételt készíteni. Egy pár gereszt fokhagyma is mehet hozzá, ezt viszont nem vágom nagyon finomra, ezt is hozzáadom. Ha egészben megpárolódik, egy picit diósabb, kellemesebb íze lesz, mint hogyha finomra aprítottam volna, illetve lereszeltem volna. Sózom. Egy kevés sárgarépa is mehet hozzá, de nem aprítom, csak az ízére vagyok kíváncsi. Úgyhogy csak így egészbe beledobom. Valamint egy kis pórihagyma. Megnyitom, azaz félig bevágom. Kimentett petrezselyem szárat belerakom. Szorosan összekötözöm. Levágom a végeit, mehet hozzá. Jön a friss zöldségnek a fantasztikus illata. Jöhetnek is a forrázott héj nélküli paradicsomok, amit kisebb-nagyobb kockákra vágok. Tehát leforráztam, a héjukat eltávolítottam. Pár percig együtt pirítottam, pároltam a zöldségeket, úgyhogy most jöhet egy kis paradicsompüré hozzá. Nem kell sok, nem paradicsompüré mártást készítünk, hanem zeleres paradicsommártást, úgyhogy éppen csak az íze miatt egy kevés, körülbelül egy két evőkanálnyi. És jöhet hozzá a friss paradicsom. Ízesítem egy pici sóval, de nem sokkal, mert majd még a végén turmixolás és szűrés után egy picit fogom sűríteni a mártást. Egy icipici cukor is, egy pici víz, és jöhetnek a paprikák. És annyi vízzel öntöm föl, hogy kellemesen ellepje. Jöhet rá a fedő, és puhára pároljuk a paprikát. Körülbelül egy 35-40 perc alatt. Addig hozzáálltuk az olivás burgonyához. Kockára vágott, hámozott burgonya, hideg vízbe felteszem főni, és amíg minden födögél, addig fekete olajbogyót aprítok. Kisebb-nagyobb rusztikus darabra összevágtam a fekete olajbogyót, félrerakom, és nincs más dolgom, mint megvárni a krumplit, illetve a paprikát. Megfőtt a burgonya, úgyhogy le is szűröm. El is készítem. Nagyon egyszerű. Kicsi olivát adok hozzá. És villával vagy egy nagy habverővel elkezdem rusztikusra összetörni. Jöhet hozzá az oliva. Pici-pici só még, és elkeverem. Kész is, és szerintem eleget főtt a paprika, úgyhogy meg is nézem. És kiveszem a paprikákat. Az illata az elképesztő. Kész is. A sárgarépára most már nincs szükség. Természetesen nagyon jó íze van, és aki meg akarja, az megeheti, de a mártásban nem fogom beleturmixolni, ne legyen répa íze, valamint a kötözött pórihagymát se fogom beleturmixolni. Íme a kész mártás alap, és alaposan elturmixolom. Át fogom szűrni a mártást. Átpasszírozom a szűrőn,
mégiscsak azért vannak benne olyan darabok, ami nem kellemes, hogyha az ember ráharap. Kész is vagyok a szűréssel, kész az átszűrt mártás, visszarakom a tűzre, picikét alákapcsolok, nem szükséges tovább sűríteni, tökéletes. Visszarakom a paprikákat, és egy picit átmelegítem. Nincs más dolgom, mint tálalni, hozzá is kezdek. Első lépésként jöhet az olivás burgonyapüréből, az aljára egy pici. Jöhet a paprika, amit csak itt szépen rárakok a burgonya tetejére. És az isteni finom mártás. Végezetül egy kis angol zellernek a zöldje, de ebből is a zsenge középső rész, ami már szinte majdnem citromsárga. Csak én kis vékony csíkokra rászorom. Pár csepp olívaolaj, így a mártásba hadd keveredjem. És akkor íme egy variáció a töltött paprikára, és bizonyára megfigyelhették, hogy van benne oliva, nem is kevés, olaj is és bogyó is, valami nem használtam lisztet, nem rántottam be, tehát sokkal-sokkal könnyebb, sokkal-sokkal frissebb és egészségesebb az étel. Jó étvágyat kívánok hozzá!